Piroska és a farkas Volt egyszer egy kis leányka, egy nagyon kedves kisleányka, akit mindenki szeretett. Különösen a nagyanyja szerette. Ha lehetett volna, minden szépet reárak, annyira szerette, becézte. Egyszer egy piros bársony sapkácskát ajándékozott neki, s mert ez nagyon jól állott a kisleánykának, s egyebet nem is akart viselni, elnevezték piroskának mondja egyszer az édesanyja a kisleánynak. Hallod-e, Piroska, a nagyanyád beteg. Vidd el neki ezt a kalácsot, meg ezt az üvegbort. Ha megeszi a kalácsot, és megissza a bort, biztosan jobban lesz a nagyanyácska is. De jól vigyáz, sehol ne térj le az útról, és útközben ne állj szóba senkivel. Ne féljen, édesanyám, mondta Piroska. Nem térek le az útról, és addig meg sem állok, míg a nagymamácska házához el nem találok. A nagymama kint az erdőben lakott a falutól egy fél órányira, így Piroska nagy jó elindult az erdő felé. Ment, mendegélt, csak hamar beért az erdőbe, s egyszerre csak találkozott egy farkassal. Piroska nem tudta, milyen gonosz állat a farkas, nem félt tőle, hanem ment vele szemben nagy bátran. – Jó napot, Piroska! – köszönt neki a farkas. – Adjon Isten farkaskoma! fogadta Piroska a köszöntést. Hová ilyen korán, Piroska? Megyek a nagyanyácskámhoz, farkaskoma. Mi van a kötényed alatt, Piroska? Kalács meg bor, farkaskoma. Viszem a nagyanyácskámnak, hogy a kalácsot megegye, a bort megigya, s meggyógyuljon. Hol lakik a te nagyanyácskád, Piroska? Bent az erdőben, farkaskoma. Innét még egy fél órányira, három öreg tölgyfa alatt van a háza gondolta magában a farkaskoma. Ezt a kisleánykát jó volna megenni, de még a nagyanyját is. Csak ügyesen koma, hogy mind a kettőt kaparinsd meg. Közel húzódott a kisleánykához, ballagott mellette, aztán egyszerre csak megszólalt ártatlan pofával. Hallod-e, piroska? Hát te meg sem nézed a virágokat. Nézd csak, mi tenger virág van itt, szebbnél szebbe! Hát a madarak énekében sem gyönyörködsz. Úgy még éppen, mintha iskolába mennél. Ahelyett, hogy ugrálnál, táncolnál, virágot szednél és a madarakkal versenyt énekelnél. Igaza van a farkaskomának, gondolta magában piroska. Bizonyosan örülne nagyanyácskám, ha virágot is vinnék neki. Nem sokáig gondolkozott, letette a kosarat, leszaladt az útról be a virágos erdőbe virágról virágra szökkent, mind beljebb, beljebb. A farkaskoma pedig ez alatt sietett egyenesen a nagymama házához, és bekopogtatott az ajtón. – Ki az? – kérdezte a nagymama. – Én vagyok az piroska – felelte a farkas. – Nyissa ki az ajtót, édes nagyanyácskám! Kalácsot és bort hoztam magának. – Nyomd meg a kilincset! – szólt ki a nagymama. Gyönge vagyok, nem tudok felkelni. Farkas megnyomta a kirincset, belépett a házba, aztán se szó, se beszéd ment egyenesen az ágyhoz, s ham, bekapta a nagymamát. Aztán magára vette a nagyanyácska ruháját, felöltötte a fejkötőjét, belefeküdt az ágyba, s maga elé húzta az ágyfüggönyt is. Eközben Piroska annyi virágot szedett, hogy már alig bírta, Visszament hát az útra, és sietett a nagyanyácska házához. Na meg is érkezett hamar. De Besszeg elcsodálkozott erősen, mikor látta, hogy nyitva van az ajtó. Belépett a szobába, köszönt, mint máskor, hogy jó reggelt, nagyanyácskám, de senki sem fogadta. Aztán ment az ágyhoz, félrehúzta a függönyt, de most csodálkozott még igazán. A nagymama mélyen a szemébe húzta a fejkötőjét, de olyan nagy füle volt, hogy kilógott a főkötő alól. – Jaj, édes nagyanyácskám, de nagy füled van! – csapta össze kezét Piroska. – Azért van az édes leányom, hogy jobban halljalak! – Mondotta farkaskoma. – Hát a szemed, az is mekkora! – Azért, hogy jobban lássalak. De a kezed is mekkora édes nagyanyácskám hogy jobban megölelhesselek, édes kis leányom. Ja, Istenem, hát a szájad, milyen szörnyű nagy az. Azért, hogy könnyebben bekaphassalak, mondott a farkaskoma, s abban a pillanatban kiszökött az ágyból, s ham, bekapta piroskát. Azzal visszafeküdt az ágyba, elaludt, s úgy elkezdett horkolni, hogy kihallatszott az útra a horkolása éppen arra járt a vadász. Hallja a szörnyű horkolást, megáll, fejét csóválja, hümmög. No, még ilyen horkolást sem hallottam világ életemben. Valami nagy baja lehet az öreg asszonynak. Bemegy a házba, s ahogy közeledik az ágyhoz, mindjárt meglátta a farkaskomát. komát. Aha, hát te vagy az komám. No, várj csak, most ellátom a bajodat azzal fogta a puskáját, hogy agyon durrancsa. De hirtelen eszébe jutott, hát ha egyben nyelte le az öregasszonyt a farkaskoma, s talán még kiveheti belőle. Nosza ollót keresett, azzal egyet -egy nyisszentett a farkaskoma hasán, s ím a nyíláson kuk, kikukkantott Piroska, utána meg a nagymama. Jaj, de megijedtem, mondta Piroska, olyan sötét van a farkas gyomrában. Nagy ügyel bajjal előmászott a nagymama is. Aztán a vadásznak eszébe jutott valami, s szólt piroskának. Az nagy hirtelen elszaladt a patakra, s a kötényét telerakta kővel. A követ aztán belerakták a farkas hasába, és bevarták jó erősen. Aztán várták, hogy felébredjen. Mikor felébredt, csak lehuppant az ágyról, egy nagyot nyekkent, s vége volt, úgy megholt. Haj, Istenem, lett töröm a háznál. A kalácsot megették, a bort megitták, farkaskoma bőrét a vadásznak adták, nagyanyácska meggyógyult. Piroska pedig megfogadta, hogy soha többé nem tér le az útról, és nem áll szóba senkivel, ha egyszer az édesanyja megtiltja azt. Holnap a kis Piroska, legyen a ti vendégetek! Jancsi és Juliska Volt egyszer egy szegény favágó, annak egy felesége és két gyermeke. Fiú volt az egyik, leány a másik. A fiút Jancsinak hívták, a kislány pedig Juliskának. Történt egyszer, hogy megbetegedett az asszony, s egy idő múlva meg is halt. A favágó miután a gyász letelt, új asszonyt hozott a házhoz. Nagyon szegény ember volt a favágó, mikor volt kenyér az asztal fiában, mikor nem, s majd felvetette a gond szegény fejét, hogyan tudja eltartani a feleségét csak két gyermekét. Este, mikor lefeküdtek, mindig ezen sóhajtozott a favágó, s a nagy gondtól, bánattól lesen tudta hunni a szemét. Egyszer azt mondja neki az újasszony, Hallja, Ekend, ne sokat sóhajtozzék, hanem reggel menjünk ki az erdőbe, vigyük magunkkal a gyermekeket, ahol legsűrűbb az erdő, rakjunk tüzet, a gyermekeknek adjunk egy-egy darab kenyeret, s hagyjuk őket ott. Mi meg elmegyünk a dolgunkra. Ők meg nem találnak haza. Könnyen beszélsz te, mondta a favágó, mert nem a te édes gyermekeid. Soha nem volnék képes arra, hogy a gyermekeimet elhagyjam. Hát jó, mondta az asszony, akkor mindéhen pusztulunk, s akár meg is csináltathatod a koporsónkat. Addig beszélt, addig duruzsolt az ura fülébe, hogy az végül is beleegyezett nagy szívbéli bánattal. Hát Isten neki, vigyük őket az erdőbe. Reggel az asszony felrázta a gyerekeket álmokból, adott nekik egy-egy darab kenyeret, aztán a favágóval együtt elindultak, ahogy azt az asszony mondta, fát gyűjteni. Beértek az erdőbe, mentek mind beljebb, bejjebb, jó messzire, ahol azelőtt még sohasem jártak. Egy nagy sűrűségben aztán megállottak, ott nagy tüzet raktak. – No, ide üljetek le! – mondta az asszony. – Ha elálmosodtok, el is alhattok. Mi meg megyünk a dolgunkra apátokkal, s ha készen vagyunk, visszajövünk értetek. A gyermekek ott maradtak a tűz mellett. Délben megették a kenyeret, aztán lefeküdtek, s elaludtak. Sötét éjjel volt, mikor felébredtek, s Juliska elkezdett keservesen sírni. Ja, Istenem, Istenem, hogy találunk ismét haza? Ne sírj, vigasztalta Jancsi. Mindjárt feljön a hold, s annak a fényénél haza találunk. Hát a hold fel is jött, de hiába. Egész éjjel bolyongtak az erdőben, aztán reggeltől estig, de nem találták meg az utat. Éhesek voltak szegények, egész nap nem ettek egyebet, csak egy szem epret, mánát, amit itt-ott találtak. Egy idő után nem bírta már a lábacskájuk. Lefeküdtek hát egy nagy fa alá, s ott elaludtak. Reggel ismét elindultak. Keresték az utat, de mind jobban belevesztek az erdőbe. Amint így bolyongtak, meglátnak egy faágon egy hófehér madárkát. Ez a madárka olyan szépen, olyan gyönyörűen énekelt, hogy a gyermekek megállottak, s úgy hallgatták nagy gyönyörűséggel. Egyszer aztán csak felröppent a madár, ők meg mentek utána, s addig mentek, mendegéltek, míg egy kicsi házacskához nem értek. A madárka leszállott a ház fedelére, ők meg fölnéztek rá, s ím, szemük szájuk tátva maradt a csodálkozástól. Kenyérből, kalácsból, mézes pogácsából volt az egész házikó, az ablaka meg tiszta cukor. Hely, de jó helyre vezetett a madárka, újongott Jancsi. Na no, itt megebédelhetünk. Hopp, egy szempillantás alatt termett a ház fedelén. Leszedett pár kalácsot, meg mézes pogácsát. Juliska meg az alatt az ablaknak dült, csak úgy nyalta a cukrot. Na, hanem egyszer csak kinyílt az ajtó, s kilépett rajta egy vénasszony. De olyan vén, hogy az orra a térdét verte, s oda tipegett a gyermekekhez. Helyde de megijedtek szegények, bezek, hogy egyszeribe kihullott a kezükből a sok mindenféle jó. De a vénasszony nem mutatott haragot, sőt, inkább nyájasan bólingatott a fejével, s azt kérdezte tőlük. Hát, ti édes fiaim, hogy kerültetek ide? Jertek csak be, maradjatok itt, bizony mondom, jó dolgotok lesz nálam. Azzal kézen fogta a gyermekeket, bevezette a házba, leültette, adott nekik tejet, kalácsot, almát, diócs, mindenféle jót. Aztán este szép fehér ágyat vetett nekik, lefektette, édes szóval becézgette őket. Azt hitték a gyermekek, hogy a mennyországba kerültek. De a vénasszony csak színlelte a jóságot. Gonosz boszorkány volt, aki csak azért építette ezt a házikót, hogy ide csalja a gyermekeket, aztán megegye őket. Ha egy gyermek odavetődött, azt jó kövérre hízlalta, aztán megölte, megfőzte, megsütötte, s jó étvágyjal megette. Reggel, mikor még Jancsi és Juliska édesdeden aludtak, oda ment az ágyukhoz, nézte, vizsgálgatta őket, s vicsorogva mormolta magában. Ej, de pompás pecsenye lesz ezekből! Csak éppen azt várta, hogy felébredjenek a gyermekek. Megfogta Jancsit, vitte az olba, bezárta. Juliskára meg rákiáltott. Eredj, te lusta, hozzál vizet, főz valami jót a bátyádnak, hadd hízzék. Aztán, ha meghízott, megeszem, de megám. Hey, édes Jézusom, sírt Juliska, hullott a könnye, mint a zápor eső. De sírhatott. Azt kellett tegye, amit a boszorkány parancsolt. Jancsinak a legjobb ételeket főzték, de Juliska csak száraz kenyeret kapott. Azt is keveset. A boszorkány pedig minden reggel odabicegett az ólhoz, s bekiáltott. Nyújts ki az ujjadat, Jancsi! Hadlám, hízole! De Jancsinak volt esze. Az ujja helyett egy csontocskát nyújtott ki. A boszorkány rosszul látott, és azt hitte, hogy az csak ugyan Jancsi ujja, s ugyancsak csodálkozott, hogy nemhogy híznék, de még inkább soványodik a fiú. Mikor aztán eltelt a négy hét, s Jancsi még mindig sovány volt, elhagyta a boszorkányt a béketűrése, és azt mondta Juliskának, Hallod-e, hozzál vizet, akár kövér, akár sovány a bátyád, én már tovább nem várok. Holnap reggel megöljük és megfőzzük. Sírt Juliska, hullott a könnye, mint a záporeső, s míg a vízért járt, folyton imádkozott. Istenem, Istenem, segíts rajtunk, bár inkább széttépet volna minket valami vadállat az erdőben, akkor legalább együtt haltunk volna meg. De hiába sírt, hiába imádkozott. Reggel a vizet fel kellett tenni a tűzre. Hadd csak, hat forjon a víz, mondta a vénboszorkány, addig még begyújtunk a kemencébe, s kenyeret sütünk. Begyújtottak a kemencébe, a lisztet meggyúrták, ezután azt mondta a boszorkány Juliskának. – No most bújj a kemencébe, nézd meg, hogy jól felhevülte! Hiszen Juliska mindjárt megsejtette, hogy mini az eszét a boszorkány. Ezért azt mondta, Ó, lelkem, néném asszony, én nem tudom, hogyan kell bebújni a kemencébe. – Ennyi, te ostoba! – rikácsolt a boszorkány. – Hát, még ennyit sem tudsz, hisz olyan nagy a kemence szája, hogy még én is beférek azon. Oda ment a kemencéhez, benézett a száján, mutatta Juliskának, hogy milyen nagy. De Juliska sem volt rest, úgy meglökte a boszorkányt, hogy egyszerűen begurult a kemencébe. Aztán meg hirtelen rázárta a kemence vasajtaját. Haj, bőgött, sikoltozott a gonosz boszorka, hiszen bőghetett, sikoltozhatott, nem tartott sokáig. Ízzé porrá égett egy szempillantás alatt. De bezzek szaladott Juliska is az olhoz. Kinyitotta az ajtót, Jancsi kiugrott, egymás nyakába borultak, ugráltak, táncoltak nagy örömükben. És most már nem kellett félniük a vén boszorkánytól. Bementek a házikóba, ahol minden sarokban volt egy láda, színültik tele aranyjal, ezüsttel, s mindenféle drágasággal. Jól megrakták a zsebeiket, s azzal utcu neki, ki a házból, s meg sem állottak, míg haza nem értek. Hely, édes jó Istenem, volt öröm, nem győzték ölelni, csókolni az édesapjukat. Hát még a szegény favágó, sírt örömében, hullott a könnye, mint a zápor eső. Aztán kirakták mind, ami drágaságot magokkal hoztak, és bezzek többet nem éheztek, nem sanyarogtak. No most már a mostohájuknak sem lettek volna többé a terhére, az ám, csak hogy míg ők az erdőben voltak, a favágó elkergette az asszonyt a háztól. Most már élhettek boldogan, s éltek is, míg meg nem haltak. Itt a vége, fuss el véle! A brémai muzsikusok Egyszer volt egy ember, s annak egy szamara. Vén volt a szamár, s mert, hogy kevés hasznát vették a vénsége miatt, a gazdája azon járatta az eszét, hogy levágja. Azért, hogy szamár a szamár, mégis észrevette a gazdája szándékát, s gondolta magában, Elinal mielőtt lebunkóznák. Na, nem is sokat gondolkozott, búcsút mondott a kapufélfának, s elindult. Ugyan hová indult? Ő bizony egyenesen Brémába. Hát oda minek? Minek? Akár hiszitek, akár nem. Föltette magában, hogy ott beáll muzsikusnak. Ment, mendegélt a szamár, s útközben találkozott egy kutyával. Vén volt a kutya is. Ott feküdt az út szélén, s sóhajtozott magában. Ej, de megöregettem. Ej, de legyengültem. Ezzel régen, mikor jól tudtam szaladni, de jó dolgom volt. Megáll a szamár, s kérdi. Mit sóhajtozol? Mit kesereksz, kutya barátom? Hogy ne sóhajtoznék, hogy ne keseregnék, mikor megöregettem, nem tudok szaladni. A gazdám már ki is mondta rám az ítéletet, agyonlő, lő, mivel hogy nem veszi hasznomat. Na bizony, ha agyon akar lőni a gazdád, jár velem, Megyek Brémába, ott beállok muzsikusnak, beállhatsz te is. Jó hangod van, meg értesz bizonyosan a doboláshoz is. Majd meglátod, milyen úri dolgod lesz. Én trombitálok, te dobolsz, ez lesz ám csak a szép muzsika. Mondasz valamit, mondotta a kutya, s a szamárhoz szegődött. Indult vele Brémába. Még egy fél órányira sem haladtak, találkoznak egy vén macskával. Az út szélén támolygott szegény feje, s olyan szomorú volt, mint a háromnapos esős idő. – Hát neked mi bajod, vén bajusz vitéz? – kérdezte a szamár. – Ó, ne is kérdezd! – felelte a macska. – Megöregettem, a fogamat elhullattam, nem tudok már egeret fogni, és ezért vízbe akar folytani a gazdaszonyom. Hát ezt érdemlem ennyi szolgálat után? – Ej, hey, bezzeg becézet, mikor százával fogtam az egereket. Sose búsulj, mondotta a szamár. Tarts velünk, gyere te is brémába muzsikusnak. Te úgy is értesz az éjjeli muzsikához. Olyan dolgod lesz ott, amilyen még nem volt világéletedben. Egy percet sem gondolkozott a macska. Hozzájuk szegődött, s most már hárman mentek bréma felé. Mentek, mentek, mendegéltek, aztán egy faluba értek, s ott egyszerre csak megláttak egy vén kakast, amint a kapu tetején gubbaszkodik nagy búsan. A fejét lecsüggesztette, a szárnyát eleresztette, aki látta, megesett a szíve rajta. – Adj Isten jó napot, sarkantyús vitéz! Hát neked mi bajod? – Ejnyeden levitéz lettél! – Hát, hogy ne lelkem, szamár atyám fia, mikor az asszonyom vendégeket vár holnapra, s az én öreg húsomból akarja őket jól lakatni! Ó, te bolond, mondotta a szamár. Csak nem engeded, hogy megöljenek. Gyere velünk Brémába, állj be a bandánkba. Neked is szép hangod van, éppen csak te hiányoztál. Hopp, lerebbent a kakas a kapuról, egy nagyot kokorékolt, s ment a bandával nagy gangosan. Mentek, mentek, mendegéltek, s estére egy erdőbe értek. Ott mindjárt szállást vertek, a szamár meg a kutya lefeküdtek egy nagy falá, fa a macska meg a kakas fel a fára, a fának is a legtetejére. De mielőtt elaludtak volna, a kakas széjjel nézett, s hát a közelben tűzvilágot pillantott meg. Mindjárt szólt is a társainak. – Halljátok-e, ide nem messze tűzvilágot látok, ott bizonyosan ház van! – mondotta a szamár. Na no, bizony, akkor kászálódjunk fel, s menjünk oda, mert ez nem valami kényelmes szállás. Nem sokáig gondolkoztak, hanem felszedelőzködtek, s mentek a tűzvilág felé. Amint mentek, mendegéltek, mind nagyobb-nagyobb lett a tűzvilága, s egyszerre csak ott állottak a ház előtt. De bizony rablók háza volt az. A szamár, mint a legnagyobb a bandában, egyenest az ablakhoz ment, s benézett. – Na, mit látsz, vénszamár? már? – kérdezte a kakas. Hey, – Hej, terített asztalt, rajta ételt, italt, de mennyit! Asztal körül zsiványok ülnek, esznek, isznak, vígan vannak. – Mezzeg jó volna, mi is az asztal mellé telepedhetnénk – mondotta a kakas. – Meghiszem azt – hagyta helyben a szamár. Összedugták a fejüket, mind ahányan voltak, s tanakodtak, hogy miképpen tudnák széjjel ugrasztani a zsiványokat. És mert, hogy mind nagyon okosak voltak, nem sokáig tartott a tanakodás. Halljátok csak, mit találtak ki. Azt, hogy a szamár a két első lábával feltámaszkodott az ablak párkányára, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska a kutyára, s a kakas a macskának a fejetetejére. Mikor így szépen elhelyezkedtek, egyszerre elkezdtek muzsikálni. A szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas kukorékolt, aztán emellett a víg szó mellett betörték az ablakot, aztán utcu be a házba. Hely, szűz Mária, Szent József, megijedtek a zsiványok, azt hitték, hogy kísértetek járnak, nosza felugráltak az asztal mellől, s hanyat homlok szaladtak ki az erdőbe egyéb sem kellett a muzsikusoknak. Letelepettek az asztal mellé, ettek, ittak, muzsikáltak, s olyan virágos kedvük kerekedett, hogy szinte kirúgták a ház oldalát. Éjfél felé elálmosodtak, a tüzet eloltották, s lefeküdtek. A szamár kiment a szérűs kertbe, s egy kazal tövében feküdt le. A kutya az ajtó mögé heveredett, a macska a tűzhelyen nyúlt el, a kakas pedig felszállt a kakasüllőre. Egy perc múlva, kettő múlva aludtak, mint a bunda. De bezzeg nem aludtak a zsiványok. Ezek jó messziről nézték, lesték nagy ilyetten, hogy mi történik az ő házukban. Egyszer csak látják, hogy a tűz elalszik. A ház elsötétedik, s gondolják, hát ha eltávoztak a kísértetek. Eredj, mondotta a vezér az egyik zsiványnak. Nézd meg, elmentek -e? A zsivány betapogat a szobába, megy egyenest a tűzhelynek, mert hogy ott parazsat látott pislákolni. Az ám, mivel a macska szeme volt az. De a zsivány nem tudta, onnan tudta volna. A gyufát a macska szeméhez tartotta. Hiszen tarthatta, a gyufa nem gyúlt meg, de történt egyéb. A macska a zsiványnak az arcába ugrott, ráfújt, s össze-visszakarmolta. Tyű, megijedt a zsivány, szaladt esze nélkül, de amint az ajtón kifelé szaladt, a kutya az inába harapott, mikor meg az udvaron szaladott szörnyű jajgatással a szamára a kazal mellől egy hatalmasat rúgott az oldalába. Csak a kakas nem bántotta. Ez a nagy lár már a felébredt, storka szakadtából kiabált, kokorikó, s csapkodta a szárnyát. Futott a zsivány esze nélkül, s alig tudta elmondani, hogy mi történt vele. Jaj, jaj, fussunk, ameddig a szemünk lát, nincs itt maradásunk. A tűzhelyen egy vén boszorkány ül. Ez, amikor tüzet akartam gyújtani, a szemem közé fújt, és az arcomat össze karmolta. Az ajtó mellett egy ember állott, ez meg egy nagy késsel a lábamba vágott. Szaladok az udvarra, el a színak azal mellett, ott meg valami fekete szörnyeteg úgy oldalba vágott egy doronggal, hogy egész életemre arról koldulok. A háztetején ült a bíró, az meg de azt kiabálta, hozzátok ide a zsiványt, hozzátok ide a zsiványt. Na, többet még a ház felé sem mertek tekinteni a zsiványok. Szaladtak, mintha a szemüket vették volna. A muzsikusok pedig ott maradtak a házban, s éltek vígan, amíg volt miből. Máig is élnek, ha meg nem haltak.